Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép, s mindenkit sok szerep vár életében. Eddig a híres Shakespeare-i idézet, amelyet talán nem nagyon erőltetett, ha úgy fűzünk tovább, ha színház az egész világ, akkor talán a színháznak dolga lehet behozni az egész világot a színpadra, megmutatva azt a sokféle szerepet, férfiét és nőjét, amelyet kénytelen, kelletlen el kell játszanunk életünk során mindannyiunknak. A kérdés csupán csak az, mit mutatunk meg az egészből és hogyan? Mi a célunk azzal, ha éppen ezt a szeletét választjuk, vagy azt? És tisztában vagyunk-e azzal, hogy döntésünk színpadra álmodásának módja milyen hatással lesz? A nézőtéren ülők lelkére és agyára? Van-e határa a művészi szabadságnak? Ha nincs, miért nincs? És ha igen, meddig nyújtózhat? Kell, hogy legyen küldetés tudata a színház csinálónak? Vagy inkább önmegvalósítson? És mi a helyzet a felelősségtudattal? Tanítanak ilyet ma az egyetemen? Fontos ez egyáltalán? A hazai kulturális életben manapság nagy viták zajlanak, hol hangosabban, hol kevésbé hangosan, azokról az értékrendi kérdésekről, amelyek nem új keletű szembenállást képeznek le színházi berkekben sem. És amely szembenállás a rendszerváltozás idején kezdett mélyülni, és azóta sem látszik oldódni. Lehet-e a 21. század egyik legnagyobb kihívása a kultúrák harca és a kultúrákon belüli harc? Ez itt a kérdés. Ezek itt a kérdések. Jó estét kívánok, az Ez itt a kérdés adását látják, Béli Ádám vagyok. Két emblematikus színházi ember a vendégünk, Máté Gábor és Eperjes Károly. Nem hiszem, hogy be kell önöknek mutatni őket. Azt viszont hiszem, hogy két olyan fajsúlyú színházi emberrel ülök most itt egy stúdióban, akikkel nyugodtan átbeszélhetünk színházról esztétikai gyakorlati értelemben. Megvallom őszintén, amikor felvetődött az ötlet, hogy ebbe a műsorba olyan embereket ültessünk le, akik különböző szellemi, ideológiai holdudvarban tevékenykednek, vagy annak képviselői, akkor felmerültek az önök nevei, és meglepődtünk azon, hogy el is fogadták a felkérést, és ezúton nagyon köszönjük. Mikor ültek le utoljára beszélgetni egymással? Te emlékszel? Hát utoljára a Vidnyánszky premiéren találkoztunk. Utoljára beszélgetni egy osztálytalálkozó volt. Az igen, csak azon gondolom, hogy a Zsámbékinak a szülinapján. Akkor te már elmentél, mikor én oda mentem. Igen, tudtam, hogy ott vagy voltál, de nem futottam. Akkor nem talán, igen. Azon biztos voltam, a fészekben. Tiltakoznak-e az ellen, hogyha az ellen a kijelentésem ellen, hogy itt azért mégiscsak két különböző értékrend, két különböző világ ült le most egy asztalhoz? Én nem tudom pontosan ezt, nem mélyíteném, hogy úgy mondjam. Nem vagyok teljesen tisztában, hogy hívjalak, Szamócának hívjalak? Azt persze. Mondhatom. Persze. Tehát, hogy a Szamóca hol tart, ezt én nem tudom, azzal nagyjából képbe vagyok, hogy én hol tartok. Tehát nem, miután nem találkoztunk, tehát nem cseréltünk eszmét, vagy nem különböztünk össze sem ezáltal, tehát nem tudom pontosan, hogy most hol tartunk. Van egy, nyilván két különböző életpályánk van, a Szamóca is más fele ment, én is más fele mentem, noha néha kereszteződött az utunk. Hát ez egy érdekes, speciálisan magyar kulturális helyzet. Hogy azt mondja Gábor, hogy nem mélyíteni ennek a különbség, mert van különbség természetesen, a pályánk nagyon együtt indult. Tehát egy osztályba jártunk. Tehát ugyanazok voltak a mesterek, sőt, az első fizetésünket egy helyről kaptuk. Tehát Kaposváron indultunk. Hogyha már itt a karrier első lépcsőibe belemerültünk azonnal, akkor hadd áruljam el a nézőnek, hogy természetesen bár nem kell bemutatni a két művész urat, mi azért készültünk két apró névjeggyel, most tekintsük meg azt, amelyik Máté Gáborról szól, és a pályáját foglalja össze a teljeség igénye nélkül. Máté Gábor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, egyetemi tanár, érdemes művész. 1955-ben született Budapesten. 1980-ban végzett a Színművészeti Főiskolán, majd a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze lett.
1987-ben szerződött a Katonához, ahol nem csak színészként, hanem rendezőként is dolgozik, jelenleg a színház igazgatója. 1993 óta tanít a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 2007-ben a színházi főtanszakon egyetemi tanári kinevezést kapott. 2011-ig a színházi főtanszak rektorhelyettese volt. Megkérem Perés Károlyt, hogy ne felejtse a gondolatmenetét, hamarosan folytatjuk tovább, de természetesen az önhöz szállításával sem maradunk adósak, tekintsük most meg Perés Károly névjegyét. Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1954-ben született a Győr-Moson-Sopron megyei Hegykőn. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte pályáját 1980-ban. Ezt követően Budapestre szerződött, a Nemzeti, később a Katona József Színház alapító tagja volt, majd a Radnóti Színházban volt társulati tag. 1988 óta szabadúszó színész, 2008-2015 között a Veszprémi Petőfi Színház művészeti tanácsadója volt, Bújtor István, majd Óber Frank Pál igazgatása mellett. A Kaposvári Egyetem művészeti karának egyetemi tanára. Színházi szerepei mellett számos tévé és nagyjátékfilmben szerepelt. Olyan alakításokkal vált széles körben ismerté, mint az Eldorado, a Hídember, a Rokonok, vagy a 6-3, avagy Játszd újra Tutti. Láthattuk, hallhattuk, tehát nem csak a bejátszóinkból, hanem a művész úr elmondásából, és ezt hiszem, az Gábor is megerősítheti, hogy ugyanabban az iskolában ugyanazt kapták Major Tamás és Székely Gábor osztályában végeztek mindketten. Akkor még volt egy közös platform, vagy volt-e akkor még közös platform, vagy már akkor sem? Talán így helyes feltenni a kérdést. Tegyük hozzá, hogy még többen tanítottak minket, tehát a Simon Zsuzsa is, tehát önképpen ő volt a voltaképpen osztályfőnök. És az papíron ő volt az osztályfőnök. Papíron ő volt az osztályfőnök, és az ő tanársegédje meg a Babarczi László volt. Tehát Gáti Ronyec is hát, még. Igen, igen. Szóval csodálatos tanáraink voltak, és nagyon nagy mennyiségű tanárunk volt szerencsére. Ebben egyetértünk. Abszolút, ugye? Mert ez a Várkonyi ötlete volt, mindegyik öreg én volt, van. És majd valamelyik bejár, az mindegyik bejár, igen, mert jó volt, igen, az osztály. Igen, igen. És az az érzésem, hogy ha van különbözőség, akkor az a személyiségünkből adódik. Tehát nem, szerintem nem fedjük egymás szerepeit, hogy úgy mondjam. Vagy én így gondolom. Tehát az a színészi alkat. Hát a habitus, hát persze. Habitus, hát igen, Szamóca nagyon speciális alakja volt annak az osztálynak, ha szabad azt mondanom. Nagyon-nagyon jelentős figura volt ott, és hát nagyon sokszor dominálta az osztályt, hogy úgy mondja. Ez egy jó kifejezés, nem? Jó. Ezt te hogy érte meg? Jó, hát... Bár vicces, hogy most épp az azonosságokról akartam, hogy néhány szóval. Most ilyen mélységekbe belemegyünk, hogy a Gábor mondja, akkor messziről megyünk, szerintem akkor ebből lesz 5 műsor, majd egyszer még visszajövünk. Nem véletlenül annyira... kérdezted, hogy hány perc a műsor. Hát kizállod, azt kérd, kétszer megkérdezted, hogy hány perc. Hát, ha ilyen messziről kezdjük, akkor... Természetesen nem személy, hanem téma persze. Lenne a beszélgetés. De én állok elébe, az uraknak, hogy én állok elébe, hogy ezt meg ez fontos megértenünk, azt gondolom, hogy igen, ki honnan jött, és hát, ezt a közös kezdőpontot, persze. Hogy az elágazást lássuk, és annak pillanatai. Hát ráadásul a papája engem tanított, Lajos tanított engem, Pál Istivel, Sződi Szilárddal és Montággal, ők tanították engem Bázakeretjén, aztán meg Zalaszerkrótom, mert 2 éves volt ez a NPI oskola, oklevelet kaptunk, igen. No, elég az hozzá, hogy én jól viseltem, hát a többiek látták, hogy itt ez egy fociból, videótomból jött vagánykölyök, rá lehet bízni mindent. Tehát, hogyha a tanárok nem írták alá naplót, akkor én aláírtam. Ha nem volt valami jelmez vagy díszlet, akkor megszereztem, ha más nem az ecseriről. Szóval ezekben, mint osztálytitkár, ez volt a feladatom. Mi az az útravaló, amivel elindultak ebből a közös akkorból, és aztán végül eltartottak egymástól tulajdonképpen, hiszen a szakmai pályafutásuk során is a közös kezdőpontot kivéve, illetve a Csiky Gergely Színházat azért annyira nem találkoztak, vagy nem tartották a kapcsolatot, bár az adást megelőző beszélgetésekből azért leszűrtem, hogy figyelik egymást. Hát mondjuk nem lehet nem figyelni, ugye, hát ha valaki olyan filmekben játszik, és olyan meghatározó helyeken van a pályán, mint
a Szabolcsa volt, akkor az ember azt látja, hát amúgy is figyelem, nem csak őt figyelem, hanem az összes kollégámat figyelem. Tehát ez Gáborról mindenki is elmondhat. Persze. Hát szerintem tudunk egymásról, sok mindenben láttam is, filmjét láttam. Tehát mi volt az útravaló? Hát ezek ilyen nagy szavak, nem tudom, hogy mi, tehát konkrétan megfogalmazódott-e bármi. Hát lehet, tehát, hogy összehelyesen tettek hát fel a kérdést, de hát hogy ott egy közös szellemi tőke, ami átadásra ugye, került. Ugye ott, amikor ott tanultunk, ugye mindenki a saját személyiségét igyekezett, vagy legalábbis nekem ez az emlékem, mindenki megpróbálta azt a maximumot kihozni magából, amit egy színművészeti főiskolás annak idején kihozhatott magából, és nyilván voltak kedvenc tanárink, szerintem nagyon azonos lehetett ez is, hogy neked ki volt a kedvenc, vagy kik lehettek. Mindegyiket szerettük, de hát azért a major volt hát a number one. A major az olyan meghatározó. Zizeget? Nem baj. Lepattant, bocsánat. Ez fontos, hogy a nézők. Igen, tudom. Lehet, a felét nem is lehetett hallani, nem baj. Hallották, azért megerősítették a vezetőt. Jó helyre tettem? Igen, jó. Tehát nagyon meghatározott. A major akkor tanított először színészeket, tehát nagy kedvel tanított minket, sajnos csak 2 évig, mert aztán utána kapott egy önálló osztályt a székelyek közösen. Na azért piszkálgattam mindezt, hogy önök honnan indultak és milyen szellemi ideológiai tőkével vágtak neki a pályának, mert azért az szervesen hozzátartozik ahhoz, hogy most milyen tőkét gyarapítanak és adnak tovább. Úgyhogy feltenném a következő közhelyes. De én még visszatérnék erre az előbbi kérdésre, ha szabad. Csak nyugodtan. Szerintem egyforma tőkét kaptunk. És mindenkinek a saját képességeit próbára tette, hogy ezt hogy fogja a későbbiekben tehetséggé. Ugye a képességet azt kapjuk, a képesség jó kifejtése a tehetség, a képesség nem kifejtése a tehetségtelen, a képesség öntörvényű kifejtése az meg a gonoszság. Nagyon jó osztályunk volt. Van még egy tanárunk, akit meg kell említenem, az a Hegedűs Géza bácsi. És nekem az volt a döbbenet, hogy amit a major tanított, ugyanezt tanította a Hegedűs Géza bácsi. Tehát emlékszel annak idején, az nem tudom hány órát nem jött be a major, mert dolga volt. És egyszer csak bejött, és mi a Szituval éppen gonfociztunk, és nagy csönd lett, tehát fölnéztünk, és ott állt a major levéve a barécsapkáját. Mennyi van hátra? Másfél perc, maga kivel van? A brazilok, a maga az NSZK. Hajrá, brazil! És megvárta, hogy és akkor azt mondta, Major Tamás vagyok, az első óra tananyaga, a szerep a sorok között van, sajnos el kell mennem, és körül ez volt az első óra, emlékszel is, ültünk, hogy mit mond az öreg, mit mond, az, hogy lenni vagy nem lesz, mindenki el tudja játszani, de hogy miért, mit miért, hogy a hármas egy, aztán a második óra hasonlóképpen zajlódott, nem pont így, és akkor azt mondta, hogy a jellem meg a gerincben, tehát meghatározta a tartalom és a forma, ez a kettő tanítható. És a Hegedűs Géza bácsi ugyanezt mondta el, az első órán racsolt, ugye, kell, mint alkalmasint mindenki színész lesz, kell, alkalmasint kiváló színészek lesznek, kell, alkalmasint mester színész szakemberek lesznek, kell, alkalmasint többet keresnek, mint én sajnos. Kell művész, azaz hivatását teljesítő mester szakember, csak az lesz önök közül, aki 2 könyvet elolvas, azt mélyen a szívébe zárja, és amikor itt megért, összestimulja és sugározza. Biztosan. Ez a Biblia és Arisztotelész politikája. Ez ugyanaz, tartalom és forma. Bocsánat, félbeszakítom, biztosan nagyon sok közös emléket tudnánk megosztani, és az valóban megérne talán egy egész sorozatot is, még ebben a hármasban is. De egy kicsit a színházról és a mostani időkben képviselt életmű által is indukált színházhoz való hozzáállásukról, illetve a gondolataikról beszélgessünk. Most egy kicsit megértettük, megismertük, hogy honnan érkezik egy azon osztályból ez a 2 nagyon különböző színházi karakter. Abban biztos vagyok, hogy mind a ketten jó színházat szeretnének csinálni, de abban is biztos vagyok, hogy nem biztos, hogy azonosan gondolják azt, hogy milyen a jó színház, vagy milyen színház feladata a mai világban, itt Magyarországon. Ez lett volna a második alaptomos közhelyes támadása. Igen, ez is nehéz, tehát nehéz úgy meghatározni valamit, ami tulajdonképpen mindig
napi feladatunk igazából. Hát egyrészt egy olyan színházban kell lenni, ahol dolgozunk rendesen, tehát olyan alapos munka folyik, amiben mindenkinek a tehetsége maximálisan elő tud jönni. Tehát nagyon, nagyon jó rendezők és nagyon jó színészek kellenek a jó színházhoz. Az, hogy egy színháznak miről kell szólnia, valószínű, vagy én legalábbis úgy gondolkodom erről, hogy meg kell érezni, hogy mi az a fontos dolog, ami az embereket érdekli, ami az embereket izgatja, ami hát az emberek igazából kíváncsiak a színházra. Általában ez már a görögöknél is így volt, hogy mindig annak örültek, illetve annak volt sikere, és az volt fontos, hogyha találkoztak azzal, hogy megnyugodhattak abban, hogy az istenek is úgy tudnak cselekedni, és ugyanolyan dolgokat visznek véghez, mint az emberek. Tehát mindig is az emberről szól a színház, az ember, sokszor az ember hibáiról szól a színház, és tulajdonképpen azokat, tehát kritikával azokat kell megmutatni, amilyen az ember maga, és hogyha az ember, aki a színházban ül, és látja az embert a színpadon, akkor abban magára ismer, és a saját problémáira ismer rá. Tehát ilyen értelemben még a klasszikusokat is úgy kell játszani, hogy mindig a ma emberéhez szóljon. Akármilyen régi vagy klasszikus színművel dolgozunk, és természetesen feladatunk a korszerű és kortárs úgy az irodalmat, mint az olyan témákat felfedezni, vagy felfuttatni, vagy kifuttatni, ami a mai társadalmat elsősorban érintik és izgatják. Azt gondolom, hogy naivitásán azt gondolni, hogy nincs valamiféle erős motiváció vagy személyesség a mögött, hogy egy rendező vagy egy intézményvezető milyen darabot enged be a színházába, vagy milyen darabot rendez, választ, milyen szerepet vállal el. És talán banálisnak tűnhet a kérdés, ezért vagy érzem úgy szükségesnek egy kis előkét illeszteni elé, hiszen ha az önök életművét, amit bátran nevezhetünk már életműnek, amit eddig történt önökkel, egymás mellé rakjuk, látszik, hogy mind a kettő súlyos, gazdag és árulkodik arról, akié, ki, melyikük miért tartja fontosnak azt, amit csinál, és ahogy csinálja. A Gábor az én meglátásom szerint, szabad mondanom, a Gábor az én meglátásom szerint egy egyenes vonalon közlekedett. Szerint volt itt a felvezetőben egy kérdés, hogy itt a rendszerváltás környékén történt valami kulturális más. Ez számos barátság végét jelentette, és számos új kezdetet jelentett. Én azt gondolom, hogy a színészeti főiskolán mindannyian nagyon, én például, a családom nem nagyon örült neki, de én rettenetesen nagy örömömet leltem abban, hogy például a tanárém azt mondták, Zsuzsa néni például azt mondta, hogy Karcsikám maga, hál' Istennek, olyan liberális. Én életem először hallottam pozitívként ezt a szót, mindig hallottam, szitokszónak hallottam otthon, vagy legalábbis nem pozitívnak. Akár a pap nagybátyámtól, akár a pedagógus szüleimtől. És éreztem is, hogy van valami ellenérzése a családnak ebben az irányomban, hogy én ebbe beindultam. És megmondom őszintén, hogy akkor ha esténként bementünk inni valahova, akár itt shop, vagy itt Pesten, vagy Kaposváron, bármelyik színészbüfébe, úgy éreztem, hogy például a színészek egy irányban voltak, szabad úgy mondanom, például a liberalizmus az pozitívnak tűnt, és afelé boldogan haladt minden. Én magam is. Ezeken a különbözőségeken, vagy ezekben a különböző érzeteken elmehetnek szakmai kapcsolatok, barátságok? Vagy elmehettek már ha, akkor? Most ha belekeversz politikát, akkor feltétlen. De az szerintem, amiről a Szamóca most beszélt, vagy úgy vélem, az inkább egy nem politikai nyitatás. Nem politikai. De Gábor, ha szabad ezt mondanom neked, minden politika, ez onnan származik a szó, a poliszból, tehát a társadalommal, tehát ha színázat csinálsz, az is minden politika. Ezt aláírom, nem úgy értettem, bocsánat, nem úgy értettem,
az átpolitizáltságra gondoltam. Tehát arra gondoltam, hogy, hogy túlságosan is mindenbe bele van ez tuszkolva, és akkor nyugszanak meg, az ember persze idegesen, de mégis megnyugszanak abban, hogy megvan a két oldal, ha megvan a két oldal, akkor lehet a másikat anyázni. Mert mind a két oldalra jellemző. Az egyik oldal már mondjuk nincsen, de mondjuk ez jellemző de volt. Azt gondolom, hogyha a politikát szeretnénk erről lehúzni. Az egyik oldal nincsen. Hát úgy értem, hogy az a fajta a magyar politikai világban, vagy a magyar politikai valóságban, én úgy vélem, hogy az a rész, amit eddig liberálisnak lehetett mondani, az felmorzsolódott. Szerintem nem. Mielőtt belecsúsznánk ebbe az ingoványos mezőbe, például, én szerintem értékrendbeli különbségekről igen, volt itt, szóval nem például, politikai mikor azt mondja az, szabad így mondanom, az Ákos barátságban vagyok vele, a Kovács Ákos, mikor ez a nyilatkozat, ami látom, hogy nagyon kiverte a biztosítékot, és itt ott amott lehetett róla hallani, hogy a kultúra az liberális túlsúly vagy befolyás alatt áll. Én ezt érzékelem, az a kérdés, hogy egyáltalán, ha meg tudnánk fogalmazni, hogy mi a kultúra. Tehát ez egy örökös kérdés, hogy mi a kultúra. Mert nevezhetem azt is kultúrának, ami rombol, nevezhetem azt is kultúrának, ami deprimál, nevezhetem azt is kultúrának, azt inkább csak civilizációnak nevezném. Tehát az egy civilizációs kihívás. Tehát az emberiség egy ilyen választ ad valamire. Tehát a fasizmust, vagy a gulákat, vagy a holokausztot semmiképp nem tudnám kultúrának nevezni például. Semmi körülmények között. Az egy civilizációs borzalom. De semmi körülmények között nem tudnám kultúrának. Azt, hogy minek nevezünk, persze, csak úgy a televízióban, a színházban is óriási felelősség is. Például persze, ebben is lehet nagy felelőssége a színháznak, hiszen a művészet eszközeivel közvetlenül hat emberekre befolyásolja a gondolataikat, tehát, az életüket. Gondolkodásra kell a nézőket hogy szoktatni. Tud, vagy hogy kell bánni ezzel a felelősséggel a színházban? Hát úgy, hogy lehetőség szerint nem szabad hazudni. Ugye eleve a színpadon addig dolgozunk, amíg úgy érezzük, hogy az, amit létrehozunk, az igaz. Addig keresünk. Nézzük innen, nézzük onnan, nézzük amonnan. Van, hogy a rendező már néha azt hiszi, hogy ez rendben van, ez igaz, és akkor a színész egyszerűen egy belső igényből még mindig elégedetlen. Azért, mert nem találja igaznak. Van úgy, hogy a rendező nem találja igaznak azt, amit mi a színpadon, ha színészként dolgozunk, akkor színészként. Tehát mindig az igazságot keressük. És úgy vélem, hogy ha az igazságot, ha a néző, aki lennül a nézőtéren, érzi az igazságot, tehát az, hogy az igazság szólal meg mindenféle szituációban, akár pozitív, akár negatív alakok közelítenek egymáshoz a színpadon, és vannak konfliktusban, akkor az a szerencsés, hogyha a néző azáltal, hogy ő azt fölfogja és látja, azáltal több lesz, mert ráismer azokra a problémákra, azokra az igenekre és nemekre, amit az életben neki magában meg kell hoznia. Nem lehetséges, hogy tartalmilag talán korrektebb lenne az igazság helyett inkább mondjuk nézőpontot nevezni, mert az színész igazság, vagy a rendező igazság egy bizonyos kontextusban az nem biztos, hogy egy egyetemes a rendező koncepció az természetesen létezik minden színházi előadásnak, kell, hogy legyen, amelyiknek nincs, az általában nagyon unalmas és rossz előadás, de a jó előadásoknak természetesen van egy erős rendezői gondolata, ez kétségtelen. Tehát a rendező határozza meg, hogy miről szóljon. Én mégis az igazságot használtam azért, mert a színész nem szabad, hogy nézőpontot keresse, mert a színész nézőpontot keres, akkor nem bonyolultan gondolkodik. Mert a nézőpont az egyfajta nézőpont. Nem, tehát legalább kettőt össze kell rakni. Tehát ez most nagyon leegyszerűsítve úgy mondom, hogyha az ember játszik egy hős szerepet, akkor nem árt, hogyha annak az embernek a kisebb hibáit is végigveszi színészként, és fordítva. Tehát olyan nincs, hogy valaki rosszat tesz, és ő rosszat is akar feltétlen tenni. Mindig meg kell, én az életben is így vagyok különben, hogy nem feltételezem az emberekről, hogy eleve rosszat akarnak. Nyilván vannak olyanok, vannak rossz indulatú és gonosz emberek, akiket az élet valamiért odasodort, de én nem feltételezem eleve az emberről, hogy az ember rossz. Én ezt nem feltételezem. Vannak az embernek hibái, de
igazából szándékai vannak az embernek. Nem úgy közelít az életben sem dolgokhoz, hogy én ezt most rosszul akarom, úgy akarom, hogy ez rossz legyen. Van egy szándékom, és lehet, hogy eltéved a szándékai között. Ez ugyanígy a színpadon is. Ennek kapcsán egy picit visszanyúlnék az átpolitizáltságához, a színház átpolitizáltságához, vagy hogy szól bele ebbe. Például milyen szándék lehet mondjuk a mögött, hogyha a színház az aktualizálás eszközével épp egy politikai témát, témához nyúl, vagy látszólalhoz nyúl? Az például, szabad így mondanom, az igazzal egyetértek, mi ezt is tanultuk. Tehát állandóan az igazságot kell keresni, de az igazsággal ölni is lehet. Tehát nem feltétlenül, tehát ha kritikusan az ember akár modern darabban, akár klasszikus darabban az igazságot képviseli, de azzal a mértel, hogy a torzulásra retorzióként reflektáljon, akkor baj van. És én ezt érzékelem. Például szoktam mondani, hogy az elvtárs után jön a kortárs. És ezt érzékelem, hogy attól, hogy már fölmutatom a bajt, nem veszem figyelembe azt, hogy a leleplezés vagy a baj felmutatása önmagában az csak, hogy mondja József Attila, az igazat mond, ne csak a valódi. Tehát csak a valóság ábrázolás az deprimálhat. Tehát, no, de a kortárs ábrázolás nem csak a, tehát hogy mondjam, muszáj kortárs témákhoz is nyúlni, a kortárs pedig mondtam, azzal foglalkozik, ami épp körülöttünk van. Hogy érdemes például akkor, hogyha ez egy negatív kontextusba került? Ugye azt mondja Arisztotelész a cselekvés művészete, hogy minden cselekvés akkor válik művészetté, ha önmagán túlmutató természet fölötti célja van. És akkor vissza, ugyanoda érünk vissza. Gábor azt mondta, hogy nem érdemes egy szemszögből nézni valamit. Igen ám, de annak az előadásnak, ha van koncepciója a rendező részéről, vagy a színház részéről, akkor az nem mindegy, hogy az egy egyetemes érték alapján van koncepciója, vagy valamilyen izmusból van koncepciója. Az nem mindegy. És ezt tapasztalom, hogy most az izmusok harca folyik a világban, bármerre nézek, nagyon ritkán találok olyan előadást, ahol egy olyan perspektívából készül az előadás, ami mind az alkotónak, mind a nézőnek, a befogadónak, és mind a mecenatúrának minőségi ünnep. De van. Na most izmus, nem izmus, az üzenetével a színház meddig mehet el például? Belegyalogolhat-e mondjuk az emberek, vagy egy konkrét ember életébe? Most gondolok itt például pont a bajnokra, ami ugye elég sok vitát kavart a Katonában, ami hát mondhatjuk, hogy nem egy politikus életéről szól, de valójában igazából mindenki ráismerhet a történetre, aki olvas újságot, vagy tájékozódik. Tehát például ez milyen típusú igazság? Természetesen olyan értelemben vissza kell, hogy utasítsam ezt, hogy itt egy politikus életéről akartunk. A kétségtelen a darabhős egy politikus, de nem volt szándékunk az, hogy a nézők behelyettesítsék ezt. Tehát én azt gondoltam... Bocsánat, hogy a nézők is tudják, egy olyan előadásról van szó, ami egy politikus, vidéki politikus életét mutatja be, aki sikeres. Igen, méghozzá egy nem létező magyar kisvárosnak. És elhagyja a felesége, leszbikussá válik. És hát így. Vagy legalábbis meg suhintja, ahogy mondjam, ennek a szele, és egy nagyon komplikált családtörténet keveredik ki, ami természetesen megfertőződik, mert ez egy választásnak az éjszakáján zajlik ez a történet. Tehát akkor, amikor az a polgármester, aki a darab hőse, férfi hőse, az éppen nyerésben van, tehát megnyert egy következő ciklust, megnyert. De most a helyzet, amikor én azt érzem, hogy ez hozzászól valamihez. Hozzászól valamihez, de ugye eleve a kiinduló pont ugye az, hogy szól a Puccini, tehát ez egy felvonásos opera. Tehát eleve
ez egy absztrakció. Tehát túlmutat mindenen. Tehát nem az volt a célunk, hogy amit aztán kihámoztak belőle sajnos igen korán, tehát még el se kezdtük játszani, és már megspoilerezte egy online felület. Ha én ezt akartam volna, ha tényleg ez lett volna az előadás célja, akkor miért nem azokkal a nevekkel játszottuk az előadást. Nekünk volt olyan előadásunk, ahol olyan szereplők voltak, akik valóságos szereplői az életnek is. Tehát ha én ezt akarnám, vagy ezt akartam volna, vagy a Pintér Béla ezt akarta volna, akkor miért ne azok a szereplők azokkal a nevekkel játszottak volna. Tehát ez egy sokkal komplexebb. Én számomra ez a színdarab, ez egy igazi férfi dráma. Igazi, megrendítő férfi dráma, amit nem mellékesen a Nagy Ervin szerintem élete legjobb alakítását nyújtja benne. Ráadásul egészen különleges énekesi teljesítménnyel. Ráadásul. Tehát igazi Puccinit énekelnek a színészek, prózai színészek. Tehát nem ez volt, sajnálom, hogy ez félrement. Tehát ez egy nagyon rossz dolog számomra, azért, mert nem, úgy látszik, nem mértem fel jól, ez nyilván az én felelősségem, nem mértem fel jól ezt a dolgot. Nem azt akartam, ami ebből lett. Most a rossz volt, hogy a politika hatással lehet a színházra, de ilyen módon, akár egy szerencsétlen témaválasztással, a színház hatással lehet-e a politikára, vagy mit gondol erről ezeknek a kapcsolatáról? Hát én láttam ezt az előadást, ezt is, nagyszerűen, szakmailag nagyszerűen megcsinált előadás. Nekem kételjeim vannak, hogy szabad-e egy élő család életében retorzióként bármilyen torzolás is van, reagálni. Ez számomra egy kérdés. A végén láthatólag egy, végképp nem mondanám, hogy cinikus, de a végén láthatólag egy ironikusnak tűnő katarzissal fejeződik be az egész történet, ami minthogyha kilógna az egész előadásból, és nekem ez volt a meglepő, minthogyha ez az oda farkintás a végére, ez mint egy ilyen, nem ám arra gondoltunk, ott jelentett volna számomra, kétségtelenül, hogy az Ervin is kitűnő, mindenki nagy szerelmet, az Ervin egyébként is. Szóval ez egy felelősség kérdés, igen. Hogy van egyébként, mikor egy ilyen előadás kapcsán mondjuk a színész vagy a rendező személyes felelőssége? Tehát, hogy mondjuk az, hogy valaki milyen színpadra áll, vagy melyik színháznak a színpadára, az mondjuk lehet-e akár politikai szerepvállalás? Mondjuk kulturális intézmény esetében, vagy hogy milyen szerepet fogad el, vagy szerintem ad nem, hát látod, mondjuk egy ilyen esetben, látja, ahol azért maga is belemegy ebbe a dologba, amit úgy látszik, hogy valamiért a magyar kultúrharcban ezt ki kell mondani. Én nem szívesen mondom, amikor ez a darab készült, a színészek nem politizáltak, tehát ez nem egy politikai előadás, ezt határozottan visszautasítom. Ebben az előadásban a színészek elmondhatatlan mennyiségű énekórán vettek részt, mindenféle politikai öntudat nélkül, senki nem politizált alatta, a hangokat igyekeztek, ez egy borzalmasan nehéz egyfelvonásos opera, egyáltalán Dollan világában sokkal inkább közelít a 20. század közepéhez ennek a zenei világa, mint a Puccini, mint amit saját, tehát gyakorlatilag megerőzte a korát, elképesztő munkát végeznek, minden alkalommal nem arra gondolnak, hogy egyáltalán a politikára gondolnak, hanem arra gondolnak, hogy ki tudják énekelni azokat a hangokat, amiket ki kell tudniuk énekelni, tehát hogy egy megfelelő minőségben dolgozzanak. Maga Pintér Béla meg hát azt kell, hogy mondjam, hogy inkább önmagából építette ezt az alakot, mint hogy kacsingatott volna bármilyen politikus életére. Hát az instrukció, az a pár, amit hallottam, mert ki van hangosítva a hangszóróban, a Béla magáról beszélt minden egyes alkalom, amikor az Ervint instruálta. Én ott nem hallottam olyan mondatot, és nem dörzsöltük a tenyerünket, és nem röhögtünk össze semmilyen értelemben. Tehát az egy színháznak természetesen az én ízlésem szerint nem árt politizálni a szónak,
egy klasszikus, nem ebben a magyar dagonyában, amiben borzalmas állapotokra keveredünk, hanem egy úgy gondolom, mint ahogy ezt a Majortól is tanultuk, és ilyen szempontból a Szamóca jól látja, hogy az én pályám az meglehetősen egyenes vonalú. Igenis, én közéletileg szeretek hozzászólni dolgokhoz. Furcsa módon pont ez az előadás nem így, és nem ez ilyen értelemben ennek a meggyőződésem továbbra is, hogy az én felelősségem az, amit elmondtam, a sajtóé meg az a felelősség, hogy hova fújja föl ezt a történetet, hogy mi a cél, hogy tovább rohasszák ezt, ami Magyarországon, hogy mindenki az őrületig dühös, hogy nem tudsz úgy végigmenni a buszon három megállót, hogy valaki ne marjon a másikba, ne rúgjon bele, ne cibálja meg a haját. Tehát ez sajnos már nem az én felelősségem. Szeretném, hogyha ez rajtam is múlna, hogy ne így éljünk. De akkor ezek szerint a színház is tud ebben felelősséget vállalni. Hogy ne tudna, a film is és a színház is. Tehát visszatérve ide, amit a Gábor mondott, hogy én jól mondom, hogy az ő szabad így mondanom, hogy néző szöge a színházat illetően nem változott. Az enyém igen, ez tagadhatatlan. De mondhatnám ezt a nagy politikában is, hála Istennek. Kérem szépen, itt azért történtek események, és én nekem nagyon nagy szerencsém volt, most hülyén hangzik, mert a Gábor abba az évben jött el, amikor én elszerződtem, tehát egy évet voltunk együtt a Katonában. Hát vendég voltam. Akkor te vendég voltál. Tehát én akkor szerződtem el, meg páron akkor szerződtünk el a Radnotiba, és én akkor találkoztam a Taubbal, akinek a munkásságon keresztül még inkább fölfogtam a major tanár úrnak a tanítását, hogy megmondom őszintén, hogy addig, mintha csak mindig azt kerestem minden szerepben, hogy a major ezt hogy csinálná meg. És egyszer ennek a metódusnak az alapjait nála megértettem. Plusz erre jött egy tartalmi kiegészítés a Művészszínházban, ami a Vasziljevvel, meg a Vladmagúra, de elsősorban a Vasziljevvel történt. És tagadhatatlan, hogy ott én visszakerült a néző szemszögem az életre, és onnantól a szabad, így mondanom, nem kettős életet éltem, mert a színpadon mindig szerettem volna jót csinálni, de azt gondoltam, hogy lehet ikont festeni úgy, hogy a magánéletben nem vagyok ikon. És ott rájöttem, hogy ha az ember ikonnál próbál válni a magánéletben, akkor jót és rosszat egyaránt tud felelősséggel játszani, vagy rendezőként prezentálni, hogyha az egész mű az igazságra irányul. Na most az igazság viszont nem okozhat például, az én meglátásom szerint, és ez egy nagyon komoly felelősség, az igazság egyetemesen nem okozhat bajt. Tehát ez egy furcsa igazság. Tehát azt mondom, nekem van igazam, és lekeverek egyet. Szóval ilyen nincs, vagy nem tudom, ez az a legegyszerűbb primér formája. Azt én nem szeretem, és tagadhatatlan, hogy minden átpolitizálódik. Tehát a tanügy, jobb szeretem ezt használni, mert szívre nevelni kell az agyra, itten a kettőgyit a tanítást, tehát vannak országok, ahol tanügyi a minisztérium. Tehát ezt muszáj az embereknek jól prezentálni, tehát jól kínálni. Prezentálásról. Tehát a színházat is, a filmet is. Az tagadhatatlan, hogy a Gábor és az ő színháza, kár volna ezt tagadni, mert mindenki látja, aki nem látja, hát a közönség összetételét is néző, persze mindig minden színházban vannak érdeklődők minden irányba, de az egy liberális értékrenden alapuló színház. Az is volt, amikor én is ott voltam, akkor is az volt. Én egyébként a Gáboroknak a válásában én ezt látom. Tehát a tanár úrunk az kevésbé, szabad azt mondanom, liberális, mint a Gábor, a két Gábor közül a székely. Tehát én azt gondolom, hogy az ő válásuknak
valami ilyen, nem tudom máshogy megfejteni például, hogy mind a kettőt nagyon tisztelem és nagyszerű rendező. De tagadhatatlan, hogy itt történt a 90-es években, és azóta is folyamatban van. Ez egyre jobban kulminálódik. Nem csak itt, az egész világban. Hát nézzük meg, azt hiszem, hogy ennek egy extrém verzióját, ugye most már szó esett felelősségről, prezentálásról, minőségről, igazságról, és annak a felelősségéről, hogy mutatjuk meg azt, amit gondolunk a világról, vagy amit körülöttünk látunk. Szeretném, hogyha megnéznénk egy olyan előadás részletet, aminek nagy sajtóviszonya volt ez a Kréta Kör Lúzer című előadásának egy részlete, aztán erről néhány szóban pártatlanul beszélgethetünk. Tudjuk végignézni ezt a részletet, de mindannyian tudjuk, hogy melyik előadásról van szó, ezt a YouTube-on is megtekinthetik a nézők. Azt gondolom, hogy például ez az előadás azzal, amiről beszél, és a maga formai vagy színházi eszközeivel az olyan extremitásokhoz nyúl, mint mondjuk nem tudom, a trágárság, a mesztelenség, a szexualitás, és ezt a legvégső határig eltolja, viszont lehet, hogy nem. Mi a legvégső határ? Ez kinek az értékrendje tönt e fölött, és mit gondolnak önök erről? Beszélsz, vagy én beszélek? Hogy beszéljek? Beszélsz. Én is mondhatom, tehát én úgy gondolom, most függetlenül, teljesen minden előadásra függetlenül, ha indokolt valami, tehát ha megvan a művész indoka valaminek, akkor a művész igazság érdekében el lehet menni egy határig. Én magam... Na de meddig lehet elmenni a művész igazság érdekében? Azért ez a relativizálás... problémája hát erősen. Kétségtelen, de nem egy teljesen konkrét példát veszünk. Én magam se szeretek mondjuk mesztelenül lenni a színpadon. Nem szeretek. Sőt, soha nem is kényszerítek arra senkit, hogy mesztelen legyen. Tehát, hogyha e felé tendál ez a kérdés, akkor ez engem egy kicsit elidegenít magától az előadástól is, mert... És nem feltétlenül a mesztelenség, azért az előadásban nagyon sok minden van, itt egy konkrét politikai üzenettel indul az egész, aztán van benne mesztelenség, a szexualitásnak is elég extrém formái, ami kérdés, hogy szükséges-e, vagy ez esztétikailag értékelhető. Kell-e menni eddig ahhoz, hogy az emberekkel közöljünk, vagy hatást váltsunk ki? Gáborhoz csatlakozva, én úgy gondolom, hogy nem csak ízlés kérdése, az is nagyon fontos, az ízlés nagyon fontos, azaz ízlés milyen értékrenden alapul. Én se szeretek vetközni, de például a Hidemberben megértettem, hogy ott kellett. Én se szeretek káromkodni, de azt megértettem, hogy az Eldorádóba káromkodnom kellett ott, amikor az öntörvényű nagyapát és nem az Isten törvényű nagyanyát kellett játszanom. Tehát én azt ott megértettem, és akkor az helyén van. Ha az egész mű nem okoz botrányt. Jaj, a botrány okozónak. Most itt az a kérdés, hogy ki milyen perspektívából szemléli a saját és a közössége életét. És itt vannak a hangsúlyeltolódások. Tehát lehet ezt csak nemzeti tarka, csak kék, liberális, csak aberált tarkába, vagy nihil, függetlenben, relatív, ugye mindenkinek igaza van. Ha mindenkinek igaza van, az a káosz. Tehát lehet káoszt prezentálni a színpadon, csinosan, vagy trendi módon, vagy és a fesztiválok egyébként mostanában erre alakulnak, vagy ez irányba mennek, hogy azok a díjazottak, amelyek valamilyen trendi botrányt okoznak. És ez fájdalmas, nekem azért is nagyon fájdalmas, mert sokan nem mernek az egyetemes értékrend szerint
cselekedni, mert különben kikerülnek a trend miatt kikerülnek a közforgalomból. Na, hát nem érzem úgy, hogy ennek a beszélgetésnek a végére értünk, de sajnos az adásidőnk megszabja, hogy hol is van a vége. Én állok elébe, hogyha Gábor is úgy gondolja. Találunk időt. Ha találunk időt, akkor... Akkor az ezzel kapcsolatos hírekkel pedig majd természetesen az M1 csatornán jelentkezünk. Nagyon örülünk, hogy elfogadták a felkérést, szeretnénk önöket máskor is viszont látni, és örülnénk, ha más művészek, színészek is elfogadnák a meghívásunkat, hiszen vannak olyan kérdések, amelyeket csak együtt tudunk megbeszélni. Hétfő este is várom önöket, ugyanígy 9 órától, akkor a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Minőségibb élet, vagy az emberi élet végjátéka, ez lesz a kérdés hétfő este. Várjuk önöket az M5 csatornáján, a híradó után, az M5 híradó után. Viszontlátásra!